Hétfő délután 3:30 körül több névtelen bejelentés is érkezett a rendőrséghez, hogy lövéseket hallottak Nyíregyháza kertvárosi részén, Oroson. A Diák utcán történt kettős gyilkosság. H. Miklós szerelemféltésből ölte meg haragosát, egy 41 éves férfit, majd annak 65 éves édesapját. Információink szerint az első áldozat a lakása udvarán tartózkodott, őt a gyilkos első lövése nem találta el. Ezután megpróbált bejutni az áldozat a házba, a következő lövés azonban már megsebesítette. A lövések hallatára az édesapa a szemközti házból kiszaladt az utcára. Egy rövid szóváltás után próbált volna odaszaladni fiához, ekkor H. Miklós hátulról halálos sérülést okozva lelőtte őt is. A gyanúsított személy gépkocsival megjelent haragos a lakóház előtt, majd az engedéllyel tartott vadászpuskájával az udvaron tartózkodó 41 éves férfira célzott lövéseket adott le, aki ennek következtében a helyszínen életét vesztette. A lövések hallatára a szemközti ingatlanból kiszaladt a sértett 65 éves édesapja is, akire a gyanúsított rövid szóváltást követően szintén rálőtt. H. Miklós vadászként engedéllyel vásárolhatta ezt a golyós vadászpuskát, ezzel okozta a halálos sérüléseket is. A rendőrök a helyszínre érkezve kikérdezték a szemtanúkat, akik elmondták, hogy ezzel az autóval menekült el az elkövető. Ez alapján rövid időn belül Nyíregyháza szélén a Kálói úton elkapták. H. Miklós személygépkocsijával lehúzódott az út szélére, ott érték utol a rendőrök. A rendőrök a bevezetett intézkedések eredményeként a feltételezett elkövetőt rövid időn belül Nyíregyháza külterületén elfogták, és a főkapitányságon gyanúsítottként kihallgatták. A férfi részletes, beismerő vallomást tett. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásnak indítványozására az illetékes ügyészségnél. Információink szerint a gyilkos több hónapja tudta, hogy felesége és első áldozata viszonyt folytatnak, ezért is volt a haragosa. A rendőrségi kihallgatáson azt mondta, nem azért ment áldozatához, hogy megölje, golyós vadászpuskája mégis töltve volt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást H. Miklós, 42 éves nyíregyházi lakos ellen.